Today's topic is transform lungs energy into good emotions. As we know, we often have sadness, but everybody want to be happy. And also we know many people always feel sad. Also, a lot of people, even they have some troubles, they still feel happy. Why? What's the difference? With the image medicine research, with energy research, we do find the energy in lungs are different. If your energy in lungs higher, yeah, you breathe better, you are happier. If your lungs energy lower, your whole body's energy can be lower. And then it is very easy to get sadness. So today we are going to meditate to realize this purpose, transform our low energy lungs qi into higher lungs qi, from sadness to happiness. Also, the COVID, the virus have lasted for more than 2 years. After, yeah, many people got virus, got infected by virus. And also a lot of people who has lungs problem after virus. What kind of problems? For example, coughing. Easily get cold and short breath. I'm sorry, Hungarian translator, please turn on microphone. You are not turn on your microphone. I'm sorry. Is it okay now? Is it okay now? So today's the second purpose is we are going to transform the white, or we are going to use the bright white qi to strengthen our lungs function. A fehér erős csivel fogjuk erősíteni a tüdő csijét. Nagyon sokan COVID után a tüdejük kapacitása, energiája nem állt helyre, és az immunrendszerük is gyengébb, és többet köhögnek, és emiatt aztán a szomorúság a nem megfelelő tüdőcsiből is származhat. Tehát a tüdő funkciója arra való, hogy a tüdő... Tehát most a tüdő immunitását fogjuk erősíteni, és ezzel a vírus utóhatásait is csökkentjük. Meg kell változtatnunk a tüdő csijét, a rossz csiből jót csit kell csinálnunk. Hogyha jobb a hangulatod a közérzeted alapján, és mindig boldog vagy, akkor több ember szeret téged, több ember közeli, több ember szeret beszélni. Viszont, hogyha sokat panaszkodsz, vagy nem igazán vagy boldog többnyire, akkor az emberek nem nagyon szeretnek a közeledbe lenni. Úgyhogy ez a szociális jelenlétünk szempontjából is fontos, hogy mindig boldogak legyünk.
Több lehetőségünk lesz az életben. És több opciónk van sikeressé válni az életben. Okay. So now let's talk about emotion, happiness. Most beszéljünk az érzelmekről, a boldogságról. Ez egy hosszú távú kutatás. Hogy az emberek miért szeretnek boldogok lenni, és miért nem szeretnek boldogtalanok lenni, vagy szomorúak. És miért van az, hogy vannak, akik akkor is boldogok, amikor szomorú dolgok történnek velük, és vannak, akik akkor is szomorúak, amikor jó dolgok történnek velük. Tehát, hogy ennek mi lehet a háttere? Rossz érzelmek, rossz állapot, vagy fertőzés. Ez mind befolyásolhatja az érzelmeket. Hogyha a tüdőd energiája nem olyan erős, akkor nem, ne, akkor robosztusabbak az érzelmei. Tehát miért van az, hogy van, akinek az érzelmei nagyon gyorsan megváltoznak, és van, akinek még sokkal stabilabbak az érzelmei? Tehát kapcsolatok, érzelmek, feltételek. Mindenkinél előfordul boldogság és szomorúság is. De hogyha túl sok a szomorúság a nem megfelelő csia tüdőben, akkor az egészségünk is veszélyben foroghat. A tüdő csijének a szintjével fogunk dolgozni, hogyha a tüdő csije magas, akkor nem annyira könnyen befolyásolható az érzelmi világunk negatív irányba, hogyha viszont alacsony a tüdő csije, akkor sokkal kevésbé stabilak az érzelmeink, és sokkal könnyebben kibillenünk érzelmileg. Ez meg kell változtatnunk a tüdő csijét. Meg kell erősítenünk a tüdőben a csit. Múlt héten is kérdezte valaki, hogy mit kell csinálni, ha még mindig köhögök, vagy még mindig nem kapok rendesen levegőt. Ugye sok covidos még felépülés után is tapasztalja ezt. Nagyon sok negatív hatása van a COVID-nak, a vírusnak utólag is. Sokaknak a cukor szintje például megemelkedik COVID után, és ezért például aki eleve cukorbeteg, ő neki, tehát a diabétész tüneteit rontani tudja, még a post-COVID is. Ugyanúgy a vérnyomást is tudja befolyásolni.
az artériákat és a vénákat is a testben befolyásolja a COVID utólag. Hogyha energia szinten tekintünk erre, akkor mi az egészséges, stabil tüdő? Stabil, egészséges tüdő. What is a stable health lung? Milyen a stabil, egészséges tüdő? Yeah, a stable, so this picture is not really good because it's difficult to use to animate these lungs. The lung in general is a little bit wide. Ez a kép, ez annyira nem precíz, ezzel animációt szoktunk bemutatni, de harmadik szemmel a tüdőnek az a csia, az fehér. És amikor energizáljuk tovább a tüdőt, a Ming mantrával szoktuk fényesíteni a tüdő energiáját, és ettől még fehérebb, még fényesebb lesz a tüdő. És ez az energia fogja a tüdőkapacitást növelni, a tüdő működését erősíteni. Hogyha energiával dolgozunk, akkor az mindig azt jelenti, hogy csivel dolgozunk. A tüdő csie, a csi maga kínaiul az levegőt is jelent, a csi. Tehát a tüdővel tudjuk az oxigént a levegőből felvenni, ami a keringés által a csit eljutatja a testben máshová is. Tehát a tüdőcsia, a légzés az elsődleges. Sokszor légző gyakorlatokkal segítünk, például a mikro, a kis égi körrel légzéssel, vagy pedig más légzéssel kapcsolt. Most meditáljunk a tüdőinkkel. Kövessetek! Lazíts, és vizualizáld, lásd magad előtt a tüdődet. Lassan lélegezz be, és hallgass a tüdődre. Lassan lélegezz ki, és hallgass a tüdődre. Hogy hallgasd a tüdődet. Minden belégzésnél képzeld, ahogy a tüdőd fehér energiával telik meg. És amikor kilélegzel, akkor mindig vizualizáld, ahogy a tüdőd fehér marad, és a beteg csit pedig ki tudod lélegezni. És a Ming mantrával szoktuk fényesíteni a tüdőt. Hogyha tudod, akkor a Ming, Ming, Ming mantrát ismételd közben az elmédben. Ez a Ming, ez fényesíti a tüdőket.
Ming. Ming, make your lungs bright, wide. Listen to the mantra Ming. Imagine. Fényes, fehér lesz a tüdő a Ming mantrától, és képzeld, lásd magad előtte, hogy egyre fehérebb, egyre fényesebb a tüdőd. Ming. 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 Yeah, visualize your lungs with your own imagination. Let your lungs white. A saját képzeleted által vizualizáld, ahogy a tüdőd egyre fehérebb. A mean. Mean. Fehéríti. Fehéríti. Fehér csít kap a tüdő, fehér, hófehér, fényes lesz a tüdő. Ming, ming, fehér, 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 fehér. Lásd, ahogy a tüdőd fehérré válik. Lásd, ahogy a tüdőd fehérré válik. Visualize your lungs. Imagine your lungs are white. Vizualizáld a tüdődet. Lásd a tüdődet hófehérként. Min. 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 Ming. 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 Ming.
Visualize your lungs. Imagine your lungs are white. Vizualizáld a tüdődet. Képzeld a tüdődet hófehérnek. Imagine your lungs with white sheet, white sheet. Vizualizáld a tüdődet, és lásd a tüdődet hófehér csíkvel tele. Visualize your lungs. Imagine your lungs are white. Lásd a tüdődet. Képzeld a tüdődet hófehérnek. Lásd a tüdődet hófehérnek.
Visualize your lungs. Imagine your lungs are white. Visualizáld a tüdődet. Lásd a tüdődet fehérnek.
Slowly inhale with your body. Take white qi into your lungs. Lélegezz be a testeden át. Tehát minden belégzéssel fehér csit lélegezz be a testedbe, és minden kilégzéssel engedd ki a fáradt, nem odavaló csit, lélegezd ki a tüdődből.
visualize your lungs. Vizualizáld a tüdődet. Képzeld el a fehér csít a tüdődben. With breeze, inhale, take wachi into your lungs. Exhale. Amikor belélegzel, akkor lélegezz be fehér csít a tüdődbe, és amikor kilélegzel, akkor lélegezz ki onnan a rossz csít.
Okay. Yes, hello, you come back. Rendben. Gyertek vissza. Ahogy tudjuk, az energiaszintünkkel szorosan összefügg az érzelmi világ. Az alacsony energiaszint fáradtságot, aktivitás hiányt okoz. Hogyha a veséknek a csijét erősítjük, akkor a félelem szűnhet meg az életben. Hogyha a lép csijét erősítjük, and a lép és a gyomor az föld energiás, és segíti az emésztést ezáltal, valamint segít világosan gondolkodni a túlagyalás helyett. Összegezve a testünk csijét stabilizálni kell, és megfelelő és tiszta energia kell, hogy legyen a testen belül mindenhol. Ennyi volt mára, sziasztok, egy hét múlva találkozunk.